Az 1956-os forradalom pécsi egyetemista hőseire emlékeztek ezzel a műsorral a JESZ színészei a PTE Rákóczi úti épületének udvarán. Itt alakult meg a forradalom előestéjén a diákparlament. Ehelyütt tartották meg a fiatalok, a pécsi egyetemisták, elsősorban az orvostudományi kar hallgatói, akkori orvosi egyetem hallgatói, a jogász hallgatók, illetve a pécsi tanárképző főiskola hallgatói, azt a diákparlamentet, amelyet kezdetben a hatalom szervezett volna meg az elégedetlenségek levezetésére, de aztán később ez egy önálló mozgalommá indult, mint ahogy Szegeden és Budapesten is, a fiatalok vették kezükbe az irányítást, és ennek a diákparlamentnek az elnöke volt dr. Debreczeni László, akit ezért a tevékenységéért börtönbe zártak. Az egyetemről is kizárták, csak évek múlva engedték meg, hogy befejezhesse tanulmányait. Végül a bányászok orvosa lett, és olyan közéleti tevékenységet folytatott, ami miatt méltán emlékezhetünk rá. A Pécsi Tudományegyetem rektora az elmúlt évben egy díjat alapított az ő tiszteletére, hogy a legkiválóbb hallgatók, akik a tanulmányaik mellett az egyetemi közéletért is sokat tesznek, őket ebben a díjban részesülnek. Két ilyen hallgatót, egy graduális és egy doktorandusz hallgató részesült ebben a mostani ünnepségen is díjban, és átadásra is került, ahol Debreczeni László özvegye is részt vett, és a férje által írott könyvet adta át még emlékül. Az 56-os fiatalok példája a mai egyetemistáknak is útmutató lehet, mondja Lengvárszky Attila. A 2024-re vetítjük ezt, továbbra is azt mondom, hogy merjünk magyarok lenni, merjünk az igazság mellett kiállni, és merjünk a demokrácia mellett kiállni az egyetemen és a közéletben egyaránt. Debreczeni László évtizedekig adta tovább a fiataloknak 56 szellemét, mondta el, mit jelent a hazaszeretet, és ők mit tehettek abban a politikai helyzetben, miért harcoltak a szabadságukért. Az utódok küldetése, hogy ezt a feladatot tovább vigyék, mondta a vármegyei önkormányzat elnöke. Debreczeni Laci bácsi emlékét őrizve azt a vitalitást és azt az elkötelezettséget, amelyet ő egész életében képviselt, azt továbbadjuk, és nagy szerencse, hogy nagyon sok képanyag, film és visszaemlékezés áll rendelkezésre, úgyhogy azt szeretnénk Polgári Szalonnal közösen, hogy legyenek olyan programok az iskolákban is, ahol ha már nem is maga fizikai valójában, de mégiscsak Debreczeni Laci bácsi gondolatait részévé tudjuk tenni az oktatási intézményeinknek az 56-os forradalom és szabadságharca való emlékezés jegyében a következő időszakban. A pécsi egyetemi épület falán két emléktábla áll. Az egyik a diákparlament megalakulásának tiszteletére, a másik a Pécsi Polgári Szalon Egyesület jóvoltából Albert Camus, Nobel-díjas író, az 56-os forradalmat dicsőítő megnyilvánulásának emlékére került ide. Ezeket koszorúzták meg az ünneplők október 22-én.